Isten, félbeszakítottam a beszélgetést. Folytatjuk tovább is műsorunkat. Szanyi Tibor, az ISZOM igen egyszerűen kész vagyok ma. Szóval az ISZOM vezetője és Pál Éva képviselőjelölt? Képviselőjelölt, igen, és képviselő koordinátor. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nézőknek is! Azt tessék nekem megmondani, hogy keveredett ide az ISZOM-ba? Hát ennek nagyon egyszerű a története, mert én az ISZOM pártigazgatóját, Székely Sándort, aki most országgyűlési képviselő, őt már réges-régóta ismerem, amikor még nem volt köze a politikához, és hát mi többször ugye természetesen találkoztunk, tartottuk ugye a kapcsolatot, és így kerültem először az Igen Szolidaritás mozgalomhoz, aminek a... Köszönöm szépen, igen, jó, csak beakadt a nyelvem. Egyszerűen van ez így. Tehát az Igen Szolidaritás mozgalomhoz, és az Igen Szolidaritás mozgalomból lett aztán az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Párt, igen, ez tavaly március 6-a óta, és nekem nagyon fontos volt az, hogy ahogy a Székely Sándorral találkoztam, számomra hiteles maradt. Tehát ugyanolyan embernek ismertem meg, tehát amilyen embernek ismertem meg, most is olyan. És nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy amit mond, az hiteles. Amit tesz, az számomra szintén az. Tehát azt látom, hogy azt teszi, amit mond, és én erre én azt mondtam, hogy végre valaki, akinek hinni tudok, és hinni merek. Ez volt az első lépcső, és aztán utána ismerkedtem meg Huszti Andrea elnökkel, és hát közben pedig a Szanyi Tiborral, aki a pártunknak a miniszterelnök jelöltje, és Andrea pedig ugye, igen. Huszti Andrea pedig az elnökasszony. És én azóta velük dolgozom. Értem. Tavaly óta. Azt szeretném még megkérdezni, hogy bemutatkozik bárhol, Pál Éva vagyok. Igen. Nekem, én egy olyan ember vagyok, aki azért aránylag mondjuk tájékozott, meg azért állandóan a közösségi oldalakod, meg az interneten lógok, tehát nekem, én nem kaptam föl a fejemet, hogy hó, hányan kapják föl a fejüket? Remélhetőleg sokan. Én azt hiszem, a helyzet... Akkor tessék, bocsánat, elmondani a nézőknek, aki még esetleg nem tudná, én nekem nem kellett, hogy honnan ismerjük Pál Évát? Hát ez egy régebbi történet már. Én a Neoton familiában voltam a vöröshajú szemüveges, mint ahogy most látszik most is, hogy a vöröshajú és szemüveges. De nem maradtam. Az a vöröshajú szemüveges, akiről énekeltek. Mert ez egy fiú volt, ugye? Hát nem teljesen, mert azt igazából rólam mintázták annó. Én nem tudom, én meghallgattam jó múltkor, és szerintem az... Hát nekem az fiúnak tűnt. Igen, azért, mert akkor volt a Grease, igen, igen, film, ugye, és ott volt egy táncos, és én mivel a zenekarban én képviseltem, hogy így mondjam, a mozgást, meg az őrületet, a táncot, ezért egy kicsit áthallás volt. Tehát tulajdonképpen arról akartak írni, hogy van itt egy olyan, aki szóval vöröshajú, szemüveges és táncol. Értettem. Tehát a Neoton familiából, igen. Szép idők. Szanyi Tibor, miniszterelnök jelölt. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen érzés az, amikor először feltűnt az ISZOM a közvéleménykutatók térképén? Mert azért ezt gondolom, ez egy komoly siker. Milyen érzés volt ezzel szembesülni? Ez egy felelősséget jelent? Örömet jelent? Tulajdonképpen én nekem olyan nagy érzéseim nincsenek így ezzel kapcsolatban, én inkább a politikai racionalitás terepén szeretek mozogni, és azt gondolom, hogy minden párt azért elsősorban az a jelöltjeink keresztül ismerszik meg. Tehát minél több jelöltünk van, ugye annál ismertebbek vagyunk. Ebből a szempontból Évának a vállalása, hogy ő Csepelen, mert Csepelen indul egyéni jelöltként, tőzsgyökeres csepeliként mindennek a tetejébe. És tényleg a tagjaink sorában, meg általában a jelentkezők sorában keressük azokat az embereket, vagy inkább azt mondom, hogy azokat szeretnénk fölmutatni, akik egyrészt vállalják a politikai programunknak a lényegét, ami a szocializmus,
nem az, ami volt, hanem az, ami lesz. Ez két külön ügy. A másik pedig, hogy ahogy bővülünk, és szépen lassan mutatjuk be a jelöltjeinket. Most például szerdán a zuglói jelöltünket fogjuk bemutatni. Akinek a neve titok szerdáig ezek szerint? Igen. Hadd ne kottyantsam el. Nagy meglepetés lesz? Bizonyos értelemben igen. Jó, kíváncsi leszek. De tulajdonképpen ahogy a jelöltjeink egyenként megmutatkoznak, és az úgy emelni meg a pártot. Tehát jó érzés ilyen szempontból, de a másik ágon meg az ember azt mondja, hogy hát tulajdonképpen el is várható ettől a csapattól, hogy valamennyire belopja magát az emberek szívébe. Jó csapat formálódik. Ugye 106 egyéni jelöltünket kell fölmutatni. Mi szeretnénk ezzel a munkával egyébként úgy őszig végezni. Ez a pandémia nem kedvez egyik pártnak sem. Tehát nagyon nehéz az emberi kapcsolattartás. Bár az emberekben van egy igény már, hogy nyitnának, meg úgy már mozdulnának. Van közéleti érdeklődés, és tulajdonképpen az az új hang, amit mi behoztunk ebbe az egész dolgba. Tehát egy nagyon erősen felvállalt baloldaliság. Mi nem barátkozunk a kapitalizmussal úgy, mint az összes többi párt, amelyik az ország gyűlésben szerepel. Ez valószínűleg eléggé markánsan elhatárol minket tulajdonképpen ezektől a mozgalmaktól, ezektől a polgári liberális mozgalmaktól, és hát nem utolsó sorban mi azért is döntöttünk a teljes önálló indulás mellett, mert mi nem tudjuk elviselni azt, hogy bármiféle oknál fogva nekünk együtt kelljen működni a szélsőjobban. Most a Jobbikra gondolok. Világos, abszolút egyértelmű. Ez a szocializmus kifejezés, ez engem egy kicsit, nagyon foglalkoztat, hiszen az én is itt éltem, és azért még 89 előtt is jó pár évtizedet éltem. Nem, mit is jelent ez? Tehát mit jelent 2021-ben az, hogy szocializmust akarunk? Nem esik-e bele abba a csapdába az iszom, hogy azt mondják, hogy jó, hát ezek a régiek? Én egyet szoktam ilyenkor mondani. Természetesen minden rendszert lehet hibáztatni, minden rendszer megbukott, jelzem a tisztelettel, már Orbán Viktor is egyszer megbukott, mindenki megbukott, meg is fog bukni, tehát ebben ne legyen semmiféle kétség. De én egy jellemző dolgot szoktam mindig kiemelni, nevezetesen azt, hogy 1960 és 1990 között, tehát a rendszerváltásig ebben az országban éves átlagban 75 ezer lakás épült. Igen. Az azt követő 30 évben meg 15 éves átlagban. Ötször annyi lakás épült abban az elátkozott időszakban, mint most. Ha egy fiatalnak megkérdezem, hogy kell lakás? Nem hiszem, hogy azt fogja mondani, hogy hát kell, de azon az áron nem kell, hogy egy igazságos társadalom legyen. De én szeretném, hogy a Éva mondaná el, mert ő az egész életével tulajdonképpen... Utána akartam volna áttérni, ha lehetséges. Mert ha már Cseperről beszél... Én úgy szeretem őt hallgatni, amikor ezt enked mondja, hogy hadd igen, legyen. Igen. Ez lett volna a következő, hogy te Évára néztem volna. Igen, köszönöm szépen. Hát úgy bennem volt el a szó, ugye, hogy egyrészt, hogy mit jelent számomra, mit jelent a szocializmus. Hát számomra azt jelenti a szocializmus, hogy több mint 60 éve csepeli vagyok. Édesapám egyszerű gyári munkásból Kossuth-díjas feltaláló volt, és ő egyedül tartotta el a 4-tagú családot. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy olyan szép gyermekkorom volt ezért, többek között. Tehát számomra mit jelent igazából a szocializmus? Biztos kaját, tehát jó minőségű kaját, bár ennivalót bocsánat, tetőt mindenki feje fölött, mert azért ott nem kellett rezegni azért, hogy az embernek elveszik a feje fölött. Nekem elvették tavaly a házamat, tehát én ezt pontosan tudom, hogy ez mit jelent, ez milyen iszonyatos teher. Tehát mindenkinek kaja, a feje fölött tető, egy nagyon nívós, jó oktatás, amivel ugye ki lehet ki lehet teljesedni utána, és a végén az egészségügy. Nem szoktam ezt eltitkolni, 69 éves vagyok, és nagyon nem szeretnék most már beteg lenni. Eddig se szerettem volna, és
Félnék. Én félek beteg lenni. Na most számomra ez a négy alappillér az, ami nagyon fontos. Természetesen nagyon fontos még az is, ugye, amit mi kitűztünk ugye célnak. És én nekem nagyon tetszett az, hogy olyat tűztünk ki célnak, ami jó. Az embereknek jót ad. És az emberek szeretnek jót adni. Én is szeretek jót adni, és szívesen vállalom azt be, hogy legyen mindenkinek legalább 250 ezer forintos minimálbére, legyen mindenkinek legalább egy 100 ezer forintos alap minimáljövedelme, legyen a családi pótlék, ugye én egyedül neveltem fel a fiamat, legyen mindenkinek családi pótlékja legalább 50 ezer forint havonta gyerekenként, és havonta, és még valami nagyon, nagyon fontos, hogy én is benne vagyok most már, hogy az időseknek is szintén a 100 ezer forint felett legyen egy 50 ezer forintos korpótlék. Azt hiszem, beleessünk lassan ebbe a kategóriába. Jó. Számomra ez az, amit jelent, amiért én szívesen harcolok, nem csak magamért nyilván, hanem a csepeliekért is, ahol nagyon sok, nagyon sok problémát, nagyon sok mindenkit ismerek. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.